Hatalmas tömeg gyűlt össze péntek délután, mivel a Fall of the Flow csapata kezdte meg a koncertek sorát a Hagyma Fesztiválon. A hazai hip-hop világban már korábban is nagy ismertségnek és elismertségnek örvendő, Furacsi és BLR által életre hívott formációhoz nemrég csatlakozott Szakács Gergő. A banda friss hangzású, mondani valóval bíró dalai hamar izgalmas és üde színfoltjai lettek a magyar könnyűzenének. Mint kiderült, a fiúk a mottójuknak legismertebb daluk refrénjét tartják, vagyis a legszebb pillanatok vannak ingyen. Már maga a zenekar neve is, az, hogy Follow the Flow, az egy bizonyos életérzés sugal, és az, hogy éld meg a pillanatot, és az, hogy értékeld azt, amit van, és... Nem is tudom. És szeresd ezeket a pillanatokat, és csak pozitívan fogj fel mindent, ami rossz azt is. Ezek vagyunk mi. A pár éve alakult bandát követte a nagymúltú apostol, akik közel fél évszázada vannak jelen a magyar zenei világban. A koncerten felcsendültek Szenes Iván nagy sikerű dalszövegíró örök slágere is, amelyeket a közönség együtt énekelt a zenekarral. Mint kiderült, Meződi József az Apostol együttes énekeséhez nagyon közel áll a Sír a harang című dal, mivel ez volt az első szám, amivel debütált a zenekar előtt. Ez azért is nekem érdekes, mert akkor a Németh Zoli írt, és a Bukó Gábor írt hozzá egy szöveget, és arról volt szó tulajdonképpen, ez volt a felvételi nótám a zenekarba, és arról volt szó, hogy kipróbálják, hogy én meddig tudom énekelni a fölfele a nótát, és az mindig modulál, és azt nem tudták tovább modulálni. Az Apostol koncert után az est hátralevő részében a fesztiválozókat tovább a Siva együttes, valamint DJ Váder retro diszkója szórakoztatta. A fesztivál további koncertjeiről készült összefoglalóinkat heti híradónkban láthatják majd.